Teljes erővel elindult az idei bringás szezon, túra szezon is. Ez a Bringamánia Balatonkör rekordjavításával indult a nagy szabadidősport tömeget illetően. Ugye 2000-ben alapították ezt a túrát annak idején, ezúttal 1500-nál is több résztvevő vágott neki, majdnem ezen a 206 kilométeres nagy körnek ráadásul. Most értékelünk Eisen Krammer Károly egykori kitűnő versenyzővel, szervezővel, szakértővel és az egyik legidősebb amatőr rajtolóval, Oskó Péterrel. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm az urakat! Kacsi, először helyezzük el ezt itt a magyar palettán, mert szerencsére a bringamánia az nem egy egykörös történet Magyarországon, ma már korán sem. Szóval ez hova helyezhető a legbringamániákusabb körtúrák között ez a Balatonkör? Balaton körül nagyon sok esemény zajlik, nagyon népszerű a bringások körében, ugye nagy kihívás a 200 km, aki mellék felkészült, egy nap alatt is körbe tekerheti a Balatont. Vannak itt versenyek is, amilyenek egy egyértelműen túra, tehát mi a kerékpár úton, tehát idegenforgalmi látványosság, itt bemutatni, hogy lehet túrázni, és a Balaton körül nem kell kimenni a főutakra, bár tudni kell azért, hogy nagyon rossz színűségű néhol a bicikliút, ennek ennyire igyekszünk ezt végig követni az egész útvonal során. Tehát itt olyan túra, ahol családokat, gyerekeket, egész nap reggeltől késő estig vártunk és tekertünk körbe, tehát nem verseny volt, sokan ezt félreértik, hiszen a verseny is a Balaton körül. Miért sikerülhetett most a rekordnevezés? Mondhatjuk azt, hogy itt már ebben segített bizonyos fajta és elég komoly hagyománynak is az ereje? Hát persze, tehát az a mint tavaly, ez mindig beszokott jönni, és most már azért több mint 10 éve járnak ide a bringások. Ugye először a Balatonkör tím egy lelkes siófoki csapat kezdett siófoki indulással ezelőtt néhány évvel ennek a túrának, heten körbe tekerték, aztán jöttek velük még a barátaik, aztán az ő barátaik, és az ő barátaik is egyszer csak lettek 500-an mögöttük, és akkor jöttünk be mi a körbe a csapatomnak is segítettük, hiszen akkor a tömeget nem tudtak már kezelni ez a szűk csapat, és most már együttműködünk az én sportirodám, illetve a siófoki srácok, sőt új helyszínt is találtunk Balatonföldváron, ahol egy gyönyörű szép strandon tudunk indulni, érkezni, hatalmas lehetőség, háttérinfrastruktúra, mosdók, WC-k és minden, ami csak szükséges ehhez megvan, maga a tér, meg a hely, és hát indulunk most már 3 éve. A bringás versenyeket nem fogják fenyegetni az adók, ugye itt most a hírekben, mi is tegnap foglalkoztunk vele, Budapesten a futóversenyeket majd meg fogják adóztatni, a bringásokat nem bántják? Hát ez egy, nem akarok mélyen belem, de azt gondolom, hogy aki sok ilyet szervez, például a BS ilyen szempontból leginkább a kritikus helyzetben van, tehát akiknek ilyen sok fővárosi eseménye van, nem könnyű. Tehát azért itt olvasok néhány interneten megjelent véleményt ezzel kapcsolatban, azt mondom, hogy nagyon félreinformáltak ez a kapcsolat döntéshozók, tehát ez a sportbiznisz az nem... Tehát nem jó helyen keresik a pénzt, hogyha innen akarnak kivenni. Hát értem, tehát hogy ne közöttetek keresgéljék a multimilliómosokat. Azt gondolom, hogy igen. Igen. Az hogy esemény annak látszik kívülről, mert hogy a sok Molino, a sok nagy szponzor megjelenik, az nem biztos, hogyha valaki a végelszámolást össze is kivonja utána azt, amivel került, akkor ilyen meglepődnek a mínuszon az emberek. De hát ezt nem kell tudni, ez általában nem is kezdődik senkire, ezt mi tudjuk belülről, hogy ez mennyire nehéz, de szerintem nem jó helyen keresgélnek. Péter, milyen stratégiával vágott neki ennek a 206 kilométernek? Hát én elég sokat edzettem már előtte, tulajdonképpen 2009. szeptemberben kaptam a gyerekeimtől egy nagyon jó biciklit, korábban én nem nagyon bicikliztem. Előtte gyakorlatilag? Hát gyerekkoromban persze, hát ki nem biciklizik gyerekkorában, akkor volt egy biciklim, azzal járogattam, aztán ugye jött a család, mi egymás, abba maradt. Na, és akkor nézzük, milyen volt ez a 2009-es bicikli, egy rendes, komoly versenybringa? Nem, hát ez egy ilyen trekking márka vagy típus, amelyik sebességváltós, jó fékje volt, és könnyű volt tekerni szembe ezekkel a régi, nehéz biciklikkel, amikhez én hozzászoktam még ifjú koromban. Úgyhogy megszerettem nagyon a biciklizést, és hát folyamatosan, ha jó idő van, miután nyugdíjas vagyok, van időm rá, edzem magam, és gyakorlatilag azóta majdnem 5000 kilométert már letekertem, úgyhogy az összeset, hogyha összeadom, havonta olyan 150-200 kilométert hajtok, télen is, szilveszterkor egy hagyományos túránk ott a gyerekeimmel, ugye, akiktől kaptam is a biciklit, még kicsit mindig elmegyünk szilveszterezni biciklivel, meg vissza, ha esik, ha fúj, ha szél van, ha hó, ha jég.
Tehát lényegében... akkor ez tulajdonképpen akkor nem olyan nagyon-nagyon régen, 3 évvel ezelőtt a gyerekek találták ki, hogy bevonják a fatert. Én mindig szerettem mozogni, de mondjuk irándultam elsősorban, meg nyáron eveztem, szóval ilyesmiket csináltam, tehát nem voltam sose ilyen passzív életstílusú, de hát ezt a rendszeres bringázást, ezt nekik köszönhetem, hogy ők ezt kitalálták. Ő hamar érezte a fejlődést? Tehát, hogy hát eleinte ugye egy 10 kilométer nagy teljesítmény volt mégis, utána már visszafelé már alig értem haza, amikor elkezdtem, de aztán így szép lassan az ember, ha folyamatosan csinálja, akkor megedződik, és ha rendszeresen, akkor meg tartósan. Mi volt a legnehezebb a hozzászokásban, hogy az ember átlendüljön azon, hogy kín, aztán rájön arra, hogy állati jó dolog. Én ezt úgy csináltam, hogy a kint nem nagyon vállaltam. Tulajdonképpen az is ez a Balaton körny, és azért csak 100 kilométert tekertem, és nem az egészet, mert hát lehet, hogy végigbírnám, hogyha nagyon akarnám, de ez most én szórakozásnak tekintem, hobbinak, és nem egy olyan, hogy most bizonyítsak akárki előtt is valamit, és akkor a nyelvemet lógatva érkezzem meg a célba. Tehát az edzés is így volt, hogy fokozatosan. Én a Óbudán lakom, a Dunaparthoz közel, ott van egy nagyon jó bicikliút, már minőségre nem annyira, de vonalvezetésben nagyon jó, és akkor tovább elmentem Szentendrére, aztán vissza, aztán Leányfalor, aztán vissza, aztán Tai, aztán Szigetmonostor, stb. Tehát így fokozatosan növeltem. Ezt sok napokra eltűnt már otthonról, nem? Hát napokra ezért nem kellett eltűnni, mert ez ilyen 1-2 órás túrák ezek tulajdonképpen, hogyha nem folyamatosan csinálja, és hát így végül is mindig élvezett volt a biciklizés. Tehát sose volt az, hogy hát ebből most már elegem van. Tehát ezért is tudtam fölkészülni arra, hogy ezt a 90-100 kilométeres távolságot csináljuk. Igen, hát ezt a potom 90-100 kilométer, nem akart 200-at. Mennyire jellemző, mennyire tipikus Péter esete a terebélyesedő mozgalomban? Nagyon sokan jönnek idősebbek, és nagyon picik is jönnek. A legfiatalabb indulónk a Kiskörön, egy ami 86 kilométer a Kiskörön, egy 7 éves kisfiú volt, aki végigment, pici segítsége, azért a családi segítsége persze. Azon, hogy 60 év felett is nagyon sokan voltak, és ugye hát Jóskúr pedig 70. születésnapját éppen a túra előtti nap töltötte be, tehát ez jól mutatja azt, hogy soha nem késő elkezdeni, a biciklizés egy életforma, tehát nem csak egy sport, a csak üzletébe, tehát ugye a Tour de France ugye az él a csúcsa ennek a sportágnak, de akár éppen egy életforma, tehát ez tényleg az egészségmegőrzésről, a kikapcsolódásról, együtt tud mozogni a család, ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. És bocsánat, nem, hogy kifussunk az időből, itt szeretném megragadni a lehetőséget, mert most nem találkoztunk a túra után, mert hamar hazament, mert közelben a nyaralójuk, és a túra után adtunk át a legfiatalabbnak és a legidősebbnek egy kis ajándékot, szeretném ezt a legidősebb indulónknak egy... Köszönöm szépen, hát akkor Óskó Péter kapta a legidősebb résztvevőnek járó ajándékot. Ha pössze lennék, akkor azt hinnék, hogy a pénzügyminiszter. De nem. Péter, van folytatás, igaz? Tehát idénre is be van, folyamatosan teli van a versenynaptár, hogy úgy mondjam? Hát most is, hogyha megyek, utána átöltözöm és elmegyek biciklizni, mert most jó idő van. Hány verseny lesz idén még? Hát versenyre én nem túra, nagyon járok, hát túra. Én csak túrázni szoktam. Na, ilyen típusú, mint amilyen ez a Balatonkör volt. Hát tartség. Ilyen szervezett túrában nem biztos, hogy még fogok menni. Nekem ez bevált, ez azért is, most már ez a harmadik alkalom. Egyszer voltam a Hortobányon, ott is egy ilyen szervezett túrán, Hortobágy kör, az egy olyan 56 kilométer volt. Igaz, hogy 40 fokban árnyék nélkül, az mondjuk kemény. De az betyár volt, nem? Inkább vagy egyedül, vagy a családdal szoktam bringázni. Karcsi, nektek következő? Hát most hétvégén Debrecen, pedig teljesen más típusú esemény, egy extrém nap, ahol a félcső és a BMX és a hátraszaltó lesz, tehát egy extrém nap lesz Debrecen egyik főterén, ott inkább a fiatalokra összpontosítunk. Aztán hamarosan Veszprém következik, a McDonald's Magyar Nagydíj, a Bringamania esemény sorozatban, ott pedig a Veszprém központjában, a Várból fog indulni egy mountain bike verseny, és ott a lépcsőn le, patakmedre. Ez is mondhatni már hagyományos. Ez igen. Is egy második, igen. Azon most sokan meg fogják nézni ezt a fantasztikus versenyt. No, hát akkor jó kerékpározás, jó verseny, Péter, akkor meg mára is jó edzést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.